Egy csíkos medvelepke, védett lepkefaj. A misináról most már Tubes felé vettük az utat, és itt a kis Tubesnek a csúcsa közelében látható ez a sziklafüves lejtős. Ez az a lepkefaj, amely a legtöbb denevérnek a hangradarrendszerét képes úgy megzavarni, hogy ő maga is képes hangokat, tehát ilyen magas frekvenciú hangokat kiadni. Egyedül csak a hosszú fülű denevért nem tudja kicselezni ezzel a módszerrel. Most éppen a Tamásra szállt. 577 méter magasan a kis Tubesen vagyunk. És egy ilyen kis kilátó terasz van a hegynek a tetején. A csúcson egy szép karszbokor erdőt láthatunk. Különböző melegkedvelő növényekkel és fákkal. Ez itt a Jakab-hegy, erre fel pedig Pécs és a Villányi-hegység látható. És ott van a Misinai tévétorony. A mecsek második legmagasabb pontján, a Tubesen, a kilátó 611 méter. Magasan fekszik, tehát maga ez a hegycsúcs 611 méter. És hát csupán annyit lehet megemlíteni, hogy Tubes manapság ugye erről a lokátorállomás balhéról híres. Eredetileg a kormánya Zengőre tervezte. Zengő környékére tervezte ezt a katonai lokátorállomását. Hát szerencsére a természetvédőknek sikerült megvédeni a mecsek legmagasabb pontját. De hát reméljük, hogy nem sikerül itt a kormánynak a tubesi terve sem. Pécsi környezetvédők és civil szervezetek erőteljesen tiltakoztak az építés ellen. Még népszavazást is tartottak 2007-ben, mely viszont az alacsony részvétel miatt eredménytelen maradt. Szerencsére 2010-ben a legfelsőbb bíróság érvénytelennek nyilvánította a NATO lokátor építési engedélyét, és így a nyugati mecsek legmagasabb pontja is lokátormentes lett. A kilátóból fantasztikus körpanorámában gyönyörködhetünk. A tubesi rádiótorna mögött magasodik a Misina a tévétoronnyal. Déli irányban Pécs, a Villányi-hegység, Dráva völgye látható, nyugat felé fordulva a Jakab-hegy uralja a látóhatárt. Alattunk jól felismerhető a Sós-hegyi kilátó, mögötte a Remeterét. Viszont láthatjuk a Zselici dombokat, a Baligetet és az Orfűi tavak vidékét. Északra a Völgységdomb vidéke húzódik, kelet felé fordulva Komló és a keleti mecsek hegyei köszöntenek, élén a Zengővel. A Tubes után nem sokkal visszatértünk a Remeterétre.
és most már újra a Dél-Dunántúli Kéktúra útvonalán járunk. Szép árnyas, patakvölgyes erdőben található a Büdöskúti kulcsosház. Szépen rendben van tartva. Itt majd újra a Kéktúra pecsételni kell. Nagy nehezen megérkeztünk a Fehérkúti kulcsosházhoz. A sok esőzésnek köszönhetően, ami ugyan nemrégi napokban, tehát az előző napokban történt meg, rengeteg szúnyog kelt ki az erdőben, úgyhogy igencsak végig kínoztak bennünket ezen az úton. És eredetileg ebben a turistaházban aludtunk volna a tegnap éjjel, hogyha nem szúrt volna ki velünk az időjárás. Azonban párszor változtattunk azóta a terven. Ilyen matricákat kell beragaszgatni a igazoló füzetbe. Ez egy ilyen emlékmatrica féleség. Wolf József kulcsosház, Fehérkút. Uh-huh. Még van egy ilyen TSS matrica. Uh-huh. Július 28-a. Még mindig a pécsi szálláshelyükön vagyunk. Tegnap Fehérkút után a Kéktúra Árpád tetőre vette az irányt. Onnan viszont Árpád-tetőre még helyközi járatokkal vissza tudtunk utazni Pécs belvárosába. Ez viszont már az utolsó éjszakánk volt, most már véglegesen el fogjuk hagyni a Baranyai megye székhelyt. Gabi is hazautazik. Mi pedig majd folytatjuk a vándorlást a Mecsek keleti tájai felé. Pécsről egy helyközi járattal érkeztünk vissza Árpád-tetőre. A Kéktúrán azonban addig nem folytathatjuk a túrát Zobákpuszta felé, amíg nem teszünk egy rövidke kitérőt a Melegmányi völgy irányába, mely a Mecseknek egy szintén kihagyhatatlan látnivalója. Itt egy szép ligetes tisztás a Melegmányi völgy közelében, és itt valamelyik fát, valamelyik kocsányos tölgyet Tripammer fának nevezik. Tripammer Károly erdőmérnökről kapta a nevét. Ő volt az első erdészmérnök a Mecsekben, aki bevezette a tudatos erdőgazdálkodás, amely abból áll, hogy ahol kiirtanak egy erdőfoltot, egy erdőterületet, ott a tarvágás helyére csemetefákat kell ültetni. A Melegmányi völgy közelében, pontosabban Mánfától nyugatra, 1 kilométerre található Baranya megyének az egyik legértékesebb műemléke. A mánfai árpádkori templom. Mecsekben ez már az 5. árpádkori templom, amit érintünk. Itt a templom körül volt valamikor Monai falu, az azonban a török hódítása során teljesen elpusztult. Ez ennek a falunak a helyét jelzi ez a templom. 12. században építették, eredetileg kör alakú szentélyt építettek hozzá, és csak a 13. században lett szögletes a szentély. És ekkor építették hozzá ezt az ikerablakos tornyot. Románkori ajtóbéleletét is láthatunk itt a hajónak a déli oldán, illetve a lőrészszerű ablakokat. Elég érdekesen néz ki a tornyának a templomnak. 15. században bővítették a hajót. Egyébként sok mindenben nem változott. Valamikor itt egy kerítőfal is volt, ennek már csak szinte az alapját láthatjuk. És itt a templom előtt két védett, több száz éves ezüsthársfát láthatunk. A Mecsek egyik legromantikusabb helyén vagyunk, a Melegmányi völgyben. A Méztufa lépcsők miatt. Itt pedig nagyon jó vízszerzési lehetőség is van a túrázóknak. Nagyon finom hideg hűsítő a vize a Melegmányi forrásnak. Íme a Melegmányi vízesés. 6-8 méter magas zuhatnak, leginkább a bükkön található fátyóvízeséshez lehetne hasonlítani, mely a Szalajka völgyben van.
Ott már jártunk valamikor nagyon régen. És itt csorog a víz. Jobban csorog a patak, mert ugye voltak ezek a nagy esőzések, és most így a patak is bővíző. Ennyiben szerencsések vagyunk az esővel. Itt is hasonló a méztufa képződés, amit már ismertettünk a zselízben a csepegőkőnél. Az oldott méz kiválik a vízbe és rárakodik az útjába kerülő akadályokra, növényi anyagokra. És itt ilyen teraszos lépcsőket alakít ki. Nagyon jól megfigyelhetjük. Szép romantikus hely. Itt már a vízesésnek a tetejénél vagyunk. Itt nagyon jól megfigyelhetjük ezt a likacsos méztufa képződményt. A Bükk-hegységben ezt szokták nevezni daráskőnek. Biztos a likacsos felszíne miatt nevezik annak. Hát hogy olyan, mint egy daráskőfe. Aha. Befejeztük a Melegmányi kitérőt, visszatértünk Árpád tetőre. Árpád tető valamikor egy csendes, erdészek által irányított hegyi telep volt. Ma azért ez már jelentősen megváltozott, hiszen itt alakult meg a Mecsextrém Park. A pécsi fiatalságnak egy kedvelt tartózkodási helye. Ilyen kalandpark. Igen. Kötélpályákkal, különbözőféle mászókákkal, gokártpályával. Hát ügyes volt, aki ezt kitalálta. Mindenféle jó dolog van itt. Most már véglegesen búcsúzunk Pécs környékétől. Most már Komló és a keleti mecsek irányába tartunk. És ez az Extrém Parknak a jelképe. Egy gonosz ragadozó nyúl. Elég mulatságos. Rám azért az erdőt nem fogják tönkretenni ezek a kvadosok. Ennyi minden található Árpád tetőn. A Köves tető felé tartunk, viszonylag közel vagyunk Zobák pusztához és Komlóhoz is. Ez még egy hatalmas külszíni fejtés, Petőfiaknak közelében. Petőfiaknak szintén Komlónak a város része. Igen, ez azt lehet mondani, hogy nagy bányagödröket már kék túrázásunk során többet is láttunk, gondoljunk csak a Ganti bauxit bányára. Vagy a Tiharkútra, ahol szó volt a bakonyi bauxit külfejtésről, illetve hát a bakonyi dinoszauruszokról, de ilyen még nem történt, hogy a kék jelzés pont egy ilyen hatalmas nagy bányagödör mellett vezet el. És mint már ugye a Tamás is mondta, ez a rész itt már, tehát konkrétan ez a Petőfiaknak Komlóhoz tartozik, ez is bizonyítja, hogy Komló egykor, mint a fekete szén iparáról híres iparváros volt. Hát lényegében ez volt a húzó ágazata, tehát a legfontosabb ágazata az egész városnak. És itt hát pont ez a felhagyott külszíni bánya látható. A fekete rétegek jól jelzik az egykori széntelepeket, amelyek különböző vastagságúak. Az a sárga, az pedig valószínűleg márga. Ott egy holló refülel éppen, valószínűleg jól érzik magukat. Uh-huh. Ezen a mesterséges részen. És a legfelső réteg az pedig ugye homokkő, tehát így lehet megkülönböztetni az egyes rétegeket.
Természetesen ez a szén valamikor, ezek a széntelepek a földtörténeti középidőben a egykori mocsaras deltás vidéken élő fákból származik. Hát pontosabban az évmilliók alapján elszenesedtek ezek a őskori fák. És lehet, hogy mivel ez a bánya még évekig tart, majd mire ezt a bányagödröt fokozatosan eltüntetik erről a helyről, lehet, hogy itt még évekig lehetne mondjuk ilyen dinoszaurusnyomok után kutatni. Hiszen innen is, bár nem olyan sok, de innen is a Petőfiaknából is kerültek elő komlószaurusz lábnyomok. A Komlóhoz tartozó Zobák pusztán vagyunk. Egy nagyon szép kertben, és itt egy nagyon szép házikó van. Akármilyen hihetetlen, ez a házikó már több mint 110 éves. A ház tulajdonosai adják a gyopárkulcsos házhoz a kulcsot. Ott fogjuk tölteni az éjszakát. Hát én eredetileg erdész vagyok, azért volt fönt a törlevélemakkal. Aha, igen. Itt alul van a három domb, az itt ebben az irányban van a hármas hegy. Uh-huh. Azt jelképezi. A csillagra azt mondta, hogy az ifjúsága a két gyerekünk, mint a csillag az égen. A kettős vágás az állítólag valami címertani jelentősége van. Ezt nem egészen értettem, de ő azt mondta, hogy ez meg van komponálva. A sárkány az az asszony, csak azt mondta, hogy 7 fej az elfértel. Úgyhogy a feliratot pedig mi választottuk ki, az azt jelenti magyarul, hogy merj gondolkodni. És akkor ez akkor készült, amikor 100 éves volt? Igen, 96-ban. Akkor Popovics Lőrinc szobrász készítette ajándékba nekünk. Azóta már csináltunk róla bélyegzőt, csináltunk pólót. Zobák puszta határában, már a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet területén található a gyopárkulcsos ház. És még ilyen sem volt a kék túrán, hogy itt az erdő közepén teljesen egyedül leszünk egy kulcsos házban. A környéken még ez a kulcsos ház van talán a legjobb állapotban, hiszen viszonylag közel van a településhez, és például nem merik feltörni. Mint ezen a falvédőn is látható, hogy köszöntjük kedves vendégeinket. Rendkívül barátságos egy kulcsos ház, az biztos. Már kapos mérő óta bajban voltam, mert igazából azt kell, hogy mondjam, hogy egyik szállással sem voltam így maximálisan megelégedve, sőt volt egy-két olyan szállás, amely hát még egy ilyen minimál szintet sem ütött megemlékezni, csak vissza a pécsi kollégiumi szállásra, amely Pécs legolcsóbb szálláshelye volt, mégis hát egy meglehetősen csöves szobát kaptunk. Ez a szállás még annál a kollégiumi szállásnál is olcsóbb, gyakorlatilag fele annyiba kerül, és hát így is ki lehet nézni egy szállásnak. Ez itt a fürdőszoba. Tulajdonképpen minden van, ami egy túrázónak kell. Hűtőszekrény. Szobák. 20-an tudnak elférni ebben a kulcsos házban. Jó, hát ellenes ágyak nem ilyen különleges bioágy, amivel rendelkező ágyakból állnak, de hát az most egy túrázónak tökéletesen megfelel. Van konyhahelyiség, mosási lehetőség is van. Igen. Az Örömhegyi kulcsos ház kicsit tényleg nomád volt a Zalában, mert ott nem volt se hűtőszekrény, se mosási lehetőség, se fürdési lehetőség, de hát ez gyakorlatilag... Egy túrázónak jó lenni nem is nagyon kell igazából. Igen. És azt lehet mondani, hogy eddig kék túrázásunk szerintem ez a szállás, illetve a Zalában a Balkonyai Rockenbauer Pál turistaház volt az, ami hát amire talán a legtöbb pontot adnék, hogyha a szállásokat pontoznám eddig a kék úton. Ezek pedig az ágyak. Nagyon romantikus egyébként, hogy egy ilyen tényleg egy erdőben található kulcsos házban vagyunk.
Itt a kulcsos házban ilyen okleveleket is láthatunk, meg különböző díjakat. Ezek is jelzik, hogy a megyének talán a legpatinásabb épülete ez a Gyopár kulcsos ház. Itt Zabád pusztán. Egyébként 1981 óta üzemel kulcsos házként, és 86-ban, amikor az és még egy millió lépést forgatták, a Rock'n'Boller párjuk is megszálltak itt ebben a házban. Ők ugyanígy Zobák pusztáról indultak az egyik nap, mint mi most. Zobák puszta után a kék jelzés hamarosan bevezet a Hidasi völgybe. És ez a völgy netán a leglátványosabb része. Itt egy kis méztufás vízesést láthatunk. A helynek a neve Csurgó. Ugyanazzal a folyamattal jött létre, mint a Melegmányi völgynek a vízeséses lépcsői, vagy a csefegőkő a zselicben. Ott van fenn a darásti. Bevettük Máré várát. Ismét hűtlenek voltunk a kék jelzéshez, hiszen a kék túra nem érinti ezt a váromot. Pedig ajánlatos Máré vár környékére is egy kitérőt tenni. Igaz, hogy jó meredek volt az útvonal a Hidasi völgytől idáig. Magasságmérő órám szerint sokkal meredekebb volt ez a 3 km itt a Csurgótól ide fel, mint akár a Nógrád-Csóványos, akár a Sirok-Kékes útvonal. Kilométerenként olyan 90 métert emelkedtünk. Ez majdnem megközelíti a Retyezáti merevességet. Hát mondjuk két hegyen át is kellett jönni, hogy leereszkedik Batakörbe is. Teljesen hegyen-völgyen volt az útvonal. Rock'n'Boller-ék valamikor itt is jártak. Sinkóval. És Rock'n'Boller-ék csapatához bármelyik pillanatban lehetett csatlakozni, és hihetetlen embertömeg volt velük. Itt készítitek is egy csoportképet a Máré vár alatt. Itt azt hiszem voltak legalább 100-an is akkor. Ismét a dél-dunántúli piros túra útvonalán vagyunk. Érinti Máré várát ez a túra. És el is viszünk magunkkal két pecsétet. Ez ilyen emlékbélyeként fogjuk beragasztani az igazoló füzetbe. Szép kis vár. És nagyon szép helyen fekszik itt a keleti mecsek kellős közepén. A várnak a gyilokjáróján tudunk körbenézni a környéken. Főleg a várvölgyre nyílik szép kilátás és a környező hegyekre. Majd arra fele fogunk menni, Kisújbánya felé. A keleti mecseknek a hegyei. Arra fele pedig Magyaregregy van. Itt a hegyeken túl pedig a völgység dombjai húzódnak. A Hidasi völgy felől pedig ezen a hegyen jöttünk le a várig. Ez ott az a nagyon meredek útvonal. Cuccaink még megvannak. A vár mondája az igen érdekes. A monda szerint ebben a várban lakott egy magyar vitéz a kedvesével, a szomszédos püspökszentászlói várban pedig Máré vitéznek a testvére, Miklós vitéz. A dráma úgy kezdődött, ennek a mondának a drámája, hogy a király hadba szólította Márét, így hát be kellett vonulnia a háborúba, viszont megígértette a kedvesével, hogy megvárja, tehát hogy hűséges marad hozzá. Máré azonban a háborúból nem tért vissza évekig, évek teltek el, a kedvese eltemette, elsiratta, hiszen halottnak vélte, és hozzáment Miklós vitézhez. Itt a püspökszentlászlói várban élt együtt Miklós vitézzel, született is egy kislányuk, aki, amikor nagykorú lett, akkor tért vissza a háborúból,
Már évítézés, amikor megtudta, hogy a kedvese hűtlen lett hozzá, fogta magát, megostromoltatta mindkét várat és földig romboltatta. Az ostrom során a kedvese is és a hát Márinak a testvére is meghalt, egyedül a lány maradt életben. De mielőtt a lánynak az anyja meghalt volna, megátkozta a saját lányát. És hát az átok úgy szólt, hogy addig a várbőr pincéjében raboskodik a lánya kincsel együtt, tehát a temérdek kincsel együtt. Az átok szerint a lány egy napra szabadulhat ki 77 évente ebből a várvölgyi pincéből, mindig pünkösd vasárnapján, és ha ekkor, azon a napon a várvölgy patakjánál arra jár egy vitéz vagy egy vadász, és megcsókol egy szarvasbikát, egy mérges kígyót és egy varangyos békát, akkor ez az átok végérvényesen elszáll. A várhely stratégiai jelentőségét már a rómaiak is felismerték. Ide egy őrtornyot is építettek. A vár első írásos említése 1316-ból való. Ekkor adományozta Károly Róbert Bogár Istvánnak, aki magát Máriinak nevezte. 1468-ban a várdai családé, majd a szerb származású Bakit Pálé lett, aki az 1530-as években reneszánsz lovagvára alakította az erősséget. Pécs 1543-as török kézre kerülése után a vár harc nélkül megadta magát. Ahogy a hódoltság határa egyre északabbra tolódott, elvesztette hadászati jelentőségét. A 17. század elején a Romosvár birtokosa már pécsi püspök volt. Az utolsóként ostromlott várunk. Ugyanis 1956-ban a szovjetek támadták, mivel a forradalmárok egy csoportja itt húzta meg magát. Régészeti feltárások 1960-66 között folytak. Itt a Márévár alatt ismét találkoztunk farkasölős isakvirágokkal, de itt valami hihetetlenül sokat láthatunk egy csoportban. És ezeknek már szép nagy a virága. Ismét a dél-dunántúli piros túraútvonalán haladunk Kisújbánya felé, itt a Várvölgy mentén. És itt egy szép kis forrást találtunk, Gergely Éva forrásnak nevezték el. 1972-ben foglalták ezt a kutat. Az elnevezés az egri csillagok első fejezetére utal. Igen. Ezek szerint az író járt a meccsekben, is nagyon tetszhetett neki ez a környék, hogy az egri csillagokban is megemlékezett róla. Szép árnyas erdőben megyünk. Nagyon szép vadregényes erdőben vezett az út. Itt a várvölgyben, a piros jelzés mentén. Egy ilyen kerékpárúton kell mennünk. Sok itt a patak, sok itt a forrás. Minden jót el lehet mondani erről az ösvényről. A vadregényességet jelzik a gimpáfrányok is. Itt a várvölgyben, ezen a mészkősziklafalon rengeteget láthatunk. Visszatért a gimpáfrány. Nem is gondoltam volna, hogy a mecseknek ez a része ennyire gyönyörű és vadregényes. Egy szép kis erdélytisztáson vagyunk itt a Cigányhegy alatt, a Pásztor forrásnál. Szintén egy nagyon bővízű forrás. Ott a piros jelzés is. És majd ott fogunk újra bélyegezni a dél-dunántúli piros túra egyik pecsétjével, annál a kis házikónál. Nagyon sok forrást érintettünk ezen az úton. Annak idején itt Rockenbergék egy hatalmas ebédet nyomtak. 524 méter magasan vagyunk a Cigányhegyen. Ezt a kilátót 1980-ban építették. 2007-ben lett felújítva. Hát mondjuk szerintem ez az új formája szerintem nem olyan szép, mint a régi. Régen a kilátó tetején egy ilyen kis esővédő tető is volt. Meglátjuk, milyen lesz fentről a kilátás. Szép kilátás nyílik itt a keleti mecsekre. Itt lent ebben a kis katlanban van Kisújbánya. Csak egy-két házikóját láthatjuk.
azon a földúton jöttünk, és emögött a nagy magas hegy mögött van a várföld. A kék túra pedig ebben a völgyben jött végig fel, a cigányhegy felé, a hidasi völgyben. Arrafele vannak a zselicnek a dombjai. Ott van a Misina, a Tubessel. Kicsit hátrébb pedig a Jakab-hegy tömbje. Már igencsak messzire kerültünk a Misinától és a Jakab-hegytől. Előttünk pedig a Zengő magasodik. Erre pedig a Villányi-hegység és a Baranyai dombsága nyílik, korlátozott kilátás. A hosszú hetényhez tartozó Kisújbányára érkeztünk. Egy eldugott völgyben található kis hegyi telep. Végezni itt a Kisújbányai kulcsos háznál kellett. 18. század közepén német telepeseket hoztak ide be, akik üvegfúvással foglalkoztak. 1890-től azonban az üvegkuta nem működött, és ekkor favillát és fapapucsokat, klumpákat készítettek az őslakosok. 20. század során, főképp 1980-tól kezdve azonban fokozatosan kitelepettek az itt élők. Ma már a városi emberek vásárolnak itt nyaralókat, mivel hogy nagyon csendes helyen fekvő kis telep. A keleti mecsekben található falvakra jellemzetes építési stílus. Ezek a fából faragott tornác oszlopok. Ezek az oszlopok csak a keleti mecsek építészetére jellemzőek. Kisújbányán jó pár ilyen épületet láthatunk. Itt láthatjuk a telepnek a templomát. Egy kis római katolikus kápolna. 1774-ben épült barokk stílusban. Ráférne a felújítás, sajnos elég rossz állapotban van. Rendkívül picik ennek a templomnak a belseje. Mint azt már megszokhattuk, megint nem a kék jelzésen folytatjuk az útunkat, hanem a sárga jelzésen. Az irány most Püspökszent László, a Zengőnek a csúcsa, és onnan le Pécsvárra, Zengővárkony. Az igazság, hogy ez egy olyan kitérő, amely kötelező minden kék túrázó számára. Nagyon szép nyílt hegytetőn barom van. A Zengő északi lábánál egy eldugott, párás kis hűvös völgyecskében található Püspökszent László, mely szintén hosszú hetényhez tartozó Kisújbányához hasonlóan. Itt látható Püspökszent Lászlónak a legismertebb látnivalója, a püspöki kastély és templom. Eszterházy Pál építette 1797-ben a kastélyt copp stílusban, és mellé építette ugyanebben az időben a templomot is, mely zsindelykupolás. Eszterházy eredetileg ezt a kolostort azért építette, mert mint tudjuk, ebben az időben II. József feloszlatta a szerzetes rendeket, és a pálosoknak egy ilyen rejtett kolostort épített ide. A kastélyt Hettyei Sámuel püspök 1898-ban kapta meg, és akkor felújította, kibővítette és nyaralóként használta. És ekkor alakította ki, az ő nevéhez fűződik, a Püspökszent Lászlói Arborétum. Szép nagy fákkal, különböző fenyőkkel, aztán nagyon gazdag a fenyőgyűjteménye. Gondolom, ebben a párás völgyben jól érezhetik magukat itt. Igen. Mondjuk az is igaz, hogy ez inkább ilyen kastélypark-szerűség, szerintem nem is olyan... Nem? Tehát egy olyan...
itt egy kis szökőkút, ami most sajnos már nem üzemel. Itt pedig egy tavacskával. Tavacska. Hangulatos. És nem messze van itt egyébként a Hettye forrás, tehát az ő nevét viselő forrás. És az is érdekesség, hogy Mindszenty bíboros annak idején 1955-ben itt ejtették fogságba, tehát itt raboskodott egy ideig. Itt ebben a kis tavacskában fehér tündérrózsákat láthatunk. Annak idején, amikor már nagyon régen Molna Szecsődnél jártunk a lóúsztatónál, ennek a rokonát, a sárga virágú vízitököt láthattuk. Hát egykor azt a tavat is, vagy hát azt a holtágat is borították ilyen fehér tündérrózsák. A néphagyomány Püspök Szent Lászlónak a nevét pedig Szent László királyunkhoz fűzi. Állítólag a néphagyomány szerint Szent László valamikor ezen a környéken vadászott bölényre, de egy nagy viharba került, és ebben a völgyben talált menedéket. Hálája jeléül pedig egy kis kápolnát épített ebben a völgyben, és ide a kápolna köré települt a falu. Az arborétumnak a büszkesége ez a szép nagy tiszafa. Egy nagyon idős példány. Jól is láthatjuk, milyen vastag a törzse. Milyen fenyők vannak itt, főleg Tibi, Luce és Jegenye fenyők főképpen? Bár Norman fenyőt már biztos, hogy találtunk, sima fenyőt is. Óriás tuját is láttunk. Óriás tuját is láttunk. Meg ugye a tiszafa. Meg nagyon sok a vadgesztenye, meg a nagy, hatalmas platánok. Na, innen már egész szép kilátás nyílik a zengő oldalából. Hát most már a végső csúcstámadás kíséreljük meg. És itt ez a jelzés, ami fölvezet erre a hegyre. Érdekes, hogy ezeket a hegycsúcsokat szinte mind a sárgán lehet megközelíteni. Jó meredeken kell itt fölkapaszkodni. Itt most már bükkfák között fogunk felmenni a szép nevű zengőnek a csúcsára. Ennek a hegynek a nevével kapcsolatban is létezik egy népi monda, népi történet. Eszerint a hegynek a belsejében temérdek kincs van, és azt a kincset egy tündér őrzi. Bizonyos időközönként a hegynek a teteje megnyílik, és olyankor kapzsi emberek lelik börtönüket a hegy belsejében. Ezeknek az elveszett lelkeknek a kopogtatása hangja hallatszik a hegynek a tetején, akik a hegy belsejéből kopogtatnak. És amikor a hegy tetején szél fú, akkor meg annak az asszonynak lehet hallani a panaszos sírását jajveszékelésért, aki ugye kincsekkel megrakodva tudott kimenekülni a bezárható hegy mögül, de kisgyermekét örökre bezárta a hegy. Igen. Ezen a meredek emelkedőnek a vége felé is látszik, hogy amit már említettünk, hogy Pécs és környéke, illetve hát az egész Mecsek az lényegében egy mediterrán terület. Nagyon jól érződik a mediterrán hatás. És ez itt ezen a részen is érezhető itt a zengő csúcsa alatt, hiszen már nagyon közel vagyunk a csúcshoz, és mint tudjuk, a zengő majdnem 700 méter magas. És az érdekes az, és ami a legnagyobb meglepetés számunkra, hogy hiába, hogy északi oldal, tehát az északi oldal felől közelítjük meg a csúcsot, látható, hogy a szép büszfák közé tölgyfa is keveredik. Pedig, hogyha az északi középhegységnek a fájt, vagy hát a részeit nézzük, akár a Börzsönyt, a Bükköt, a Mátrát és a Zentényi hegységet, a tölgyelődő Bükkösnek a határ olyan 500 méter körül van. Hát itt a nagyobb évi átlag hőmérsékletek szerint lehetővé teszi a tölgy majdnem 700 méteres magasságba felkapaszkodjon. Úgyhogy ez egy érdekes rész itt növénytani szempontból. A Mecsek tetején vagyunk, a 682 méter magas zengőn, rajta egy geodéziai toronnyal. Általában fantasztikus körpanoráma nyílik onnan. Ezek pedig zengő várának a maradványai.
Nem sok mindent tudunk erről a középkori eredetű várról. Ez olyan, mintha valamikor egy bástya lett volna, ennek már csak szinte az alapjai maradtak meg. Errefele pedig egy picikét láthatjuk a várnak a sáncárkát. Dél-Dunántúli vándorlásunk legmeredekebb emelkedőjén estünk túl. Erről, ebből az irányból indultunk. Ezen az alig 1 kilométeres szakaszon 300 métert másztunk. Az eddigi legmeredekebb résznél, amit az országos kéktúrai utunkon tettünk meg, amikor leküzdöttük a Dédesi várat, ez az emelkedő még annál is meredekebb volt. Úgyhogy hát meglehetősen nehezen értünk csak föl ide a mecsek legmagasabb pontjára. És el lehet mondani, hogy hát a Zírodkő óta nem is jártunk ilyen magasan, mint most itt. Itt pedig a geodéziai tornyon egy nemrég kirakott emlékművet láthatunk. Ez a félszív, illetve ez a félszív itt a geodéziai torony bejáratánál az emberi tömeget jelzi, akik tüntettek az ellen, hogy itt a Zengőn lokátorállomás szülessen. Itt van is egy ilyen, hogy Zengő az egyetlen, a titokzatos az örök, és oda van a kereszt aláírva, hogy lokátor nem. Tehát nem kérünk ebből a katonai lokátorból. Hát igen, elég nagy disznóság volt a kormány részéről. Itt ugyanis nem olyan messze, hogy jöttünk fel, láttuk a Rókahegyet, amely hát a bánáti bazsarózsának gyakorlatilag az országban az egyetlen termőhelye. És a bánáti bazsarózsának ez az alfaja, amit Magyarországon előfordul, az egész világon csak itt ezen a kis részen fordul elő. Azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag olyannyira védett növény, mint a pirisilen, amivel például a Budai hercsőben, a Szénások környékén volt róla szó. Ő lehetett ennek a tüntetésnek, természetvédelemnek az élharcosa. A torony tetején körülbelül 700 méter magasan lehetünk. Csodálatos a panoráma. Ismét láthatjuk a Villányi hegységnek a tömbjét. Alattunk hosszú hetény. Hosszú hetény felett pedig ismét láthatjuk a Misina-Tobes Jakab-hegynek a tömbjét, a nyugati mecseket. Alatta még láthatjuk Pécsnek a házait. Ebben a völgyben lehet Püspök Szent László, onnan jöttünk fel iszonyatosan meredek utakon a csúcsra. Ott látható Komló. Itt a hegyek között lehet valahol a Hidasi völgy. A magasra növő fák miatt ebben az irányban korlátozott a kilátás, de áttekinthetünk a Tolnai dombok irányába, a Geresdő és a Szekszárdi dombság felé. Itt a Baranyai dombokon túl pedig a Párában már az Alföld területe húzódik. És szomorú tény, hogy a hollóházi indulás óta megtett 2233 km után hát kénytelenek vagyunk búcsút venni a hegyektől, ugyanis innentől kezdve hát már egyetlen egy hegycsúcsot sem fogunk érinteni, sőt, hát a dombok is egyre alacsonyabbá fognak válni. Majnapi célunkat is pár lehet innen látni. Pécs várnak a házait. Misinát elhagyva a pécsiek kedvelt kiránduló helyein a Kistubes, Tubes következett, majd a Lapison keresztül visszaérkeztünk a kékjelzéshez, Remeterétnél. Jelzésünkön haladva a Büdös Kúti, majd a Fehér Kúti kulcsosház következett. Végül pedig Pécs egyik hegyi telepére, Árpád tetőre érkeztünk. Innen busszal tértünk vissza a pécsi szálláshelyünkre, utolsó éjszakánkat töltöttük a kollégiumban.
Árpád tetőre visszajutva, csomagainkat hátrahagyva, visszamentünk a kéken a Kripamber fához, ahol kitérőt tettünk a meleg mennyből látnivalói kedvéért. A Mánfai Árpádkori templomot és a meleg mennyből vízeséseit néztük meg ezen a kitérőn. Visszatérve Árpád tetőre megebédeltünk, és hátizsákjainkat magunkra véve útra keltünk. Egy hosszú, fáradtságos, rosszul jelzett szakasz várt ránk. Érintettük Petőfi Akna külszíni fejtőjét, és lassan megérkeztünk a Komlóhoz tartozó Zobák pusztára. Az éjszakát itt a patinás gyopárkulcsos házban töltöttük. Másnap elhagyva a Zobák pusztát, egy újabb elhanyagolt kék túra szakasz következett a hidasi völgyben. Csurgonál ismét búcsút vettünk a kék jelzéstől, és egy rendkívül nehéz út várt ránk. A sárga plusz jelzésen két hegyet megmászva és völgybe leereszkedve jutottunk el Máré várához. Itt hagytuk el vándorútunk 700. kilométerét. A vár látnivalójának megnézése után kényelmes út várt ránk. Ez volt a források útja a várvölgyben. Pásztor forráshoz érve azonban újabb kaptató következett a Cigányhegyre. A hegy megmászása után érkeztünk Kisújbányára. Kisújbányát újabb kitérőn hagytuk el. Útvonalunkon először a sárga jelzésen megérkeztünk a Püspök Szent Lászlói kastélyhoz és arborétumhoz, majd jelzésünkön folytatva útunkat megmásztuk a mecsek tetejét, az Enyhőt. Következő filmünkben vándorútunkat folytatva újabb látnivalók várnak ránk a keleti mecsekben.